csörög az óra. Gyere már, ne olyan Istenem, már megint mi bajod van? Istenem, melyik szinten érdekel ez engem? Állandóan nincs tudszor. Andrés, tudod mivel jár? Szép az az egyet. Csendés. Az a két van. Már megint. Hát az. Valaki szóljon, hogy jöjjön ennyire. Szólok! Csenge, adj! Na, már megint múlja. És Töridogát írtam. 3 percet később jöttem én is. Gyors öltözés. Mennyasszonyoknak is gyorsan kell öltözni. Na hát akkor tudja az erősítést, fogja a polifómot. Fogja meg a bilincsét. Aztán itt van, mint a bolyó. Igen? Talán, hogy mit mondasz nekem? Nem lehet más, mint máshogy megoldani. Jaj, Csenge, tudod, hogy szeretem a csokit, de azért erősíteni fogsz, jó? Köszönöm. Na menjen szépen! Kösd már össze a haja. Miért? Mert nem fogsz jó. Balesetre egy elnyomtatásban részesítettem. Meg, meg, járékvács. Hát nem igaz, hogy nem tudtátok volna színessel bejelölni?
A függöny. Ki volt az értelmi szerző? Aha, már nézek is oda. Hetes! Valaki még írja a tábláról? Igen, még írjuk. A jó munkához idő kell, a lassúhoz meg még több. Melyik felét törölheti? A bal. Renikém, te mit csinálsz? Semmit. Engedjetek be. Aha! Töri! Ki van kész a feladattal? Encilina, mikor hozzátok a Gordiusra a pénzt? Melyik volt ez a nem normális? Bálint, nem tudod? Miért? Ki füttyögött, Bálint, nem tudod? És itt jött a hang. Drága Zsabor, kevét kosár. Szandikán fogd, tudtudat és ülsz előre. Szandikán, mi van a szádban? Kosár. Ez az új anyag, az eredmény. Nézd utána, csak blöffölttem. Én ilyen osztályban nem tanítok, egész végig arénáztok, majd akkor csináltok azt, amit akartok az érettségén is. Hetes, táblatörlés! Házi feladat! 199, 200, 201, 202, 203, 213, 214, 218. Belénezd már! Jól van! Viszont látásra! Köszönöm, hetes táblatörlés!